Köszöntöm Önöket a Nyitott Ajtók februári műsorában. A különböző felekezetek minden januárban együtt imádkoznak a Krisztus hívők egységéért. Az idei ökumenikus imahét az élő víz forrásához vezette azokat, akik egy héten át ellátogattak a szombathelyi templomokba. Jézus így szólt hozzám, adj innom! János evangéliumának ez a gondolata adta a vezérfonalát az idei ökumenikus imahétnek. Egyedülálló időszaka ez az évnek, mikor a különböző felekezetek együtt imádkoznak az egységért. Minden esztendőben a szándékunk azonos, de minden esztendőben van valami speciális olyan téma, amely abban az esztendőben imádságainknak középpontjában áll. A legfontosabb természetesen változatlanul a keresztény egységnek a kikönyörgése, hiszen nem győzzük elégszer bűnbánattal emlegetni, hogy ez egészen biztosan Krisztus egyházában egy botrány, hogy megosztottak vagyunk, mi keresztények is, de az is tény, hogy nem feltétlenül látjuk emberileg, hogy az egység hogyan valósulhat meg, és éppen ezért hiszünk abban, hogy az ima segít megmutatni számunkra az egységet, és ebben az esztendőben is ezért imádkozunk különös módon, hogy fölismerjük az egységnek a jeleit, lehetőségeit a közösségeink életében. Brazíliában állították össze most az imahétnek a gondolatait, elmélkedéseit, és egészen biztosan, ha valaki figyelmesen végigolvassa ezt a füzetet, észre fogja venni, hogy a dél-amerikai egyháznak a sajátosságai jól megmutatkoznak ebben a dologban is, de itt Európában is, amikor arról hallunk, hogy Párizsban szörnyű bűncselekmények, terrorcselekmények vannak. Arról hallunk, hogy arab országokban keresztény templomokat gyújtanak föl, akkor még inkább érezzük annak szükségét, hogy az egységért is, de a békéért is legalább ilyen módon imádkozzunk. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa és a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia közös nyilatkozatot adott ki január közepén a párizsi terrorcselekmények kapcsán. Részvétünket fejezzük ki az áldozatok hozzátartozói felé, imádkozunk értük, és valljuk azt, hogy bármi a probléma, így nem lehet lereagálni dolgokat, sehol, senki semmikor. Ugyanakkor pedig valljuk azt, hogy a szólásszabadság mellett a lelkiismeret és vallásszabadság is olyan alapjog, hogy a kettő kell, hogy tiszteletben tartsa egymást. Tehát tiszteljük mások meggyőződését, és a szólásszabadság csak addig mehet el, amíg mások meggyőződését is tiszteletben tartja. Egyébként hétköznapi példát tudok mondani, és talán nem lesz félreérthető, hogy ha valaki engem folyamatosan provokál, akkor keresztény emberként alázottal próbálom elkerülni, mert nagyon félek attól, hogy hol lesz az a pont, ahol valamiféle robbanás történik, és valahol ez történt meg, mondom, az ügynek nem ez az elintézési módja, ezt valljuk. Keresztény krisztusi emberként pedig különösképpen, ugyanakkor a másik oldaltól pedig kérjük, hogy tiszteljék másoknak a hitét, azok akár mohamedánok, akár keresztjének, mert tudjuk, hogy a keresztjénekkel kapcsolatban is jelentek meg karikatúrák. Az evangélikus templomban tartott istentiszteleten Mikolás Attila hirdette Isten igéjét. Ahogyan bejöttünk, jelképesen egy tálban öntöttünk vizet mindannyian. Ezzel is jelképezve az egységet, a közösséget, ahogy már azt a vizet nem lehet elkülöníteni és külön választani, hogy jó lenne ezt az egységet megélni. Az alkalmon a cserkészek igeolvasással és zenével szolgáltak. Az Isten tisztelet után közös beszélgetésre invitálták a résztvevőket. Az ökumenikus imahét keretében a Pannonhalmi Bencés Gimnázium 11. osztályos tanulói voltak gyülekezetünk vendégei. A diákok megismerhették gyülekezetünk életét, ők pedig bemutatták, hogyan telnek napjaik a Bencés Gimnáziumban.
A Pannonhalmi gimnáziumban már hagyomány, hogy az ökumenikus imahéten különböző programokat szerveznek a tanulóknak. Idén a 11. osztályosok a szombathelyi evangélikus gyülekezetet látogatták meg. A diákok részt vettek egy ifjúsági órán, ahol bemutatták iskolájukat. A Pannonhalmi gimnázium sok mindenben különbözik, tehát a legszembetűnőbb az, hogy csak fiúk vannak, illetve hogy 1000 éve működő iskoláról van szó, jelenlegi formájában 70 éve működik így. Ami még eltérő, és talán az egyetlen, ha nem is az egyetlen, de biztos, hogy unikum Magyarországon, hogy a 7 napján a nap 24 órájában ott vannak a fiúk Pannonhalmán, és havonta egyszer mennek csak haza, tehát ott élik az életüket Pannonhalmán, illetve egy nagyon szigorú napi rend szerint töltik az életüket. Pannonhalmán nem cserélődik fel a nappal az éjszakával, illetve van egy délutáni bevett tanulási rend, tehát 3,5 órát biztos, hogy tanulással tölt a fiatal, és ez az érettségén, illetve a tanulmányi előmenetelében ez mindenképp meglátszik. Az iskola jó hírneve és a családi hagyományok is vonzák a diákokat Pannonhalmára. Mielőtt Pannonhalmára mentem, már akkor hallottam, hogy milyen jó iskola, és a papám is már ajánlotta, aki sajnos már meghalt. Ő is azt szerette volna, hogy Pannonhalmára menjek, és hát a szüleim is nagyon támogattak ebben. Előtte, mielőtt oda mentem volna, meglátogattuk az iskolát egy nyílt nap keretében, és nagyon tetszett az iskola, és hát amellett döntöttem. Igaziból már általános iskolás koromban el volt döntve a kérdést, mert a szomszéd faluban lakunk Pannonhalma mellett, és a szüleim ott tanítanak. Az édesapám prefektus, az édesanyám pedig nyelvtanár, és így adott volt. Nagyon szeretek ott lenni, mert nagyon szoros a közösség Pannonhalmán, sok barátom van. Most így 11-ben már egy kisebb hálóban vagyunk, összesen 5-en. Nagyon jó kis közösség alakult ki, nem csak velük, hanem az egész osztállyal. Nagyon sok lehetőség van, sport, nyelvek, különböző szakkörök. Szóval ez nekem nagyon tetszik, hogy ennyi mindent lehet ott csinálni, sose unatkozok. Nagyon elfoglalt vagyok, és szeretem ezt. Én már 7. óta ott vagyok, és így furcsa is lenne, hogy máshol lennék. Így nagyon hozzászoktunk, szóval, hogy igazából szerintem minden bencés diáknak van egy ilyen nehéz időszaka, egy ilyen krízisfélesége, nekünk ez így 8.-9. környékén volt, és akkor hát olyankor vannak sokan, akik elmennek, de vannak sokan, akik ezt így átvészelük, és így hozzászoknak Pannonhalmához. Meglepő, hogy csak egyszer van Szent Mise Pannonhalmán, de egy héten, de nagyon fontos szerintem, hogy a bencés szerzetesekkel bármikor beszélgethetünk, akár hitbéli, akár személyes kérdésekről, és ezt én nagyon fontosnak tartom. Van szentgyónásra is lehetőség, ekkor meg tudjuk beszélni a szerzetesekkel tulajdonképpen egy baráti, egy közvetlen beszélgetés keretében a problémáinkat, és szerintem Pannonhalmán közelebb kerültünk a valláshoz azzal, hogy oda mentünk. Itt is megvannak ugyanazok a jelenségek, mint a többi átlagos városi iskolában. Igaziból azt mondanám, hogy hát mindenkinek megvan a baráti társasága, és akkor hát vannak néha surlódások, de nincs olyan nagy rivalizálás szerintem, ahogy mondjuk általános iskolában volt. Minden napjaikat is az ökumené jegyében élik az iskolában és a rendben egyaránt. A bencés rend az nagyon nyitott. Például a bakonybéli bencések között egy református vallású szerzetes is él, ez egy ilyen jól tapintható formája az ökumenének, illetve a úgynevezett bencés harmadrend, az oblátusoknak is van egy ökumenével foglalkozó dékániája, tehát a bencések elég nagy hangsúlyt helyeznek így erre, illetve az iskolánkban nem csak katolikusok járnak, más keresztény vallásúak is ott vannak, és ez egy teljesen természetes dolog. Illetve azért nagyon sokat foglalkozunk ökumenével, majd olyan értelemben, hogy a más keresztény egyházaknak a munkáival, vagy neves teológusaival is találkozunk, illetve a hittanórákon ezek beépülnek a fiúknak a tananyagában. A Liszi iroda munkájának köszönhetően megalakult az Oladváros részért egyesület, melynek célja, hogy folytassa a Liszi megkezdett tevékenységét. Az egyesület lakossági fórumon mutatkozott be az oladiaknak.
Az új közösségekért a lakótelepen című pályázat tavaly januárban indult, s február végével lezárul. Az erre az időre létrehozott Liszi iroda munkája azonban úgy tűnik, mégsem ér teljesen véget. Az oladi városrészért tenni akaró lakók egyesületet alapítottak, hogy folytathassák az iroda által megkezdett munkát. December 11-én Olad Városrészért Egyesület néven egyesületet alakítottunk közel 20 fővel, és elkezdtük a bejegyeztetés iránti kérelmet. Odáig eljutottunk, hogy az idén már a Szombathelyi Bíróság az egyesületünket bejegyezte, és az érdemi munkát is el tudjuk kezdeni. A tagok azok oladi lakosok, de az egyesületünk nyitott a Derkovics város rész közelbe élő lakosaira is, ugyanis nagyon sok gyerek jár ide az oladi általános iskolába, akik itt a közelben laknak a Derkovics városrészen, és ezért ezek a programok nem csak az oladi polgároknak, lakosoknak szólnak, hanem a szombathelyi lakosoknak, mindenkinek. Az egyesület egyelőre a Liszi irodájában fog tovább működni. Reméljük, hogy amíg egy stabilabb másik egyesületi székhelyet nem tudunk kialakítani, addig ezt az irodát tudjuk tovább vinni. Célunk, hogy közelebb kerüljünk a lakótelephez, és mindenképp a lakótelepen szeretnénk egy irodát a város segítségével kialakítani. Ennek az egyik legfontosabb célja az, hogy a majdan kialakítandó nyugdíjas klub az közelebb legyen a városrész lakóihoz, mert egy kicsit a művelődési ház kiebb esik a városrész szélére. Az egyesület már megkezdte tényleges munkáját. Lakossági fórumon mutatkoztak be a lakóknak, február 17-én 18 órakor pedig egy színházi előadással várják az érdeklődőket. A Reményik Suli Színház előadásában örkény egyperceseiből kaphat ízelítőt a közönség. Áprilisban pedig az iskola környékén, illetve az egész lakótelepre kiterjedően egy nagy személygyűjtési akciót szeretnénk tervezni. Azok, amik a Liszi már elkezdett, azok közül, a klubok közül elsősorban a Kertbarát klubot szeretnénk továbbvinni, a Baba-Mama klubot szeretnénk továbbvinni, aztán, ha lesz lehetésünk rá, az Informatika klubot. Rövid távú terveinkbe szerepel, hogy a Szombathely különböző városrészein már jól működő egyesületekkel, polgári körökkel felvegyük a kapcsolatot, tanuljunk tőlük, segítsenek bennünket jó tanácsokkal a munkánkban. Aztán hát egy közösségi kert, ami egy hosszabb távú cél lenne, annak az előkészítését és az arra való felkészülést is megkezdenénk. Tulajdonképpen ezek a rövid és hosszú távú terveink. Az egyesületről bővebben honlapunkon olvashatnak. Rövid hírekkel folytatjuk. Január 23-án a Reményik iskola idén is megrendezte a hagyományos Gazdag Erzsi vers és mesemondó versenyét. Ezúttal nem csak Vas megyéből, hanem Győr-Moson-Sopron és Zala megyéből is érkeztek versenyzők. A versenyen három korcsoportban mutathatták be választott meséiket, verseiket a gyerekek. Idén legtöbben mesével érkeztek. A verseny végén 10 óraival kézműves foglalkozással és néptánc előadással kedveskedtek a gyerekeknek. A díjazottak névsorát az iskola honlapján olvashatják. A versennyel egy időben kiállítás nyílt az iskolában Rozsnyai Marian textilművész alkotásaiból. Az idei évtől megváltozik az egyházak elszámolási rendszere, a 2014. évi beszámolót és a 2015-ös költségvetési tervet már az új formátumban kell leadniuk az egyházaknak is. A változásra azért volt szükség, hogy az egyházak által beadott költségvetési elszámolások megfeleljenek az állami törvényeknek is. A Magyarországi Evangélikus Egyház gazdasági osztályának munkatársai erről tartottak tájékoztatást Szombathelyen, melyre Nyugat-Dunántúl területéről érkeztek az egyházmegyék és egyházközségek gazdasági munkatársai.
mintegy 90-en vettek részt az egész napos konferencián, ahol részletesen megismerkedtek az új elszámolási rendszerrel. 4 millió forintot nyert a Credo Rádió a Nemzeti Kulturális Alap Cseh Tamás programjából. A program célja, hogy támogassa a könnyű zenei utánpótlást és elősegítse a színvonalas produkciók fellépési lehetőségeit, külföldi népszerűsítését. A pályázatnak köszönhetően a rádió együttműködést kötött az Agora Kulturális Központtal, és egy közös könnyű zenei műsort indítottak januárban, ahol a fiatal könnyű zenei együttesek is megjelenhetnek, bemutatkozhatnak. A műsort heti rendszerességgel kísérhetik figyelemmel a rádió hallgatói. Február 19-én délután 16:30-kor tartja a bemutatkozó nyílt napját a Reményik Sándor Evangélikus Általános és Művészeti Iskola. Míg a gyermekek játékos foglalkozásokon vehetnek részt, a szülők megismerkedhetnek az intézmény értékeivel, választható művészeti képzéseivel. A programra szeretettel várják az érdeklődő gyerekeket és szüleiket. A 2014. évi önkormányzati választásokon képviselői posztért indult a Reményik iskola igazgatója, Sátori Károly. Az intézményvezetőt támogatták a szavazók. Most terveiről kérdeztük. Szombathely a segítés városa, és ez egy nagyon szép szlogen, sokat mondó szlogen. Én úgy gondolom, hogy evangélikus egyházunk, az egyházunk intézményei, diakóniai intézmények, és ebben ezek között az iskolánk is, és természetesen én is ezt egy hívó szónak érzem, és talán az intézményhálózatra is elmondhatjuk, hogy ez erősen jellemző. Én úgy gondolom, hogy az én munkámra is, hiszen egy iskolát vezetni, ez enélkül, ha nem a segítés, a szeretet vezérelne bennünket, akkor talán nem is lehetne. És azt gondoltam, hogy ezzel a képviselői feladattal talán kibővíthetem azt a kört, akiknek segíthetek. A körzetemre gondolok itt elsősorban, de természetesen az egész városra is gondolhatunk ötletekkel, egyéni problémák megoldásával, akkor ezt vállalnom kell. Most kellett a hónap végén polgármester úrnak beadni egy levélben az elképzeléseinket a jövőre vonatkozóan. Rengeteg a nagyon rossz állapotban lévő utca a körzetben. Most nem is sorolnám föl őket, de valóban katasztrofális állapotok vannak néhány helyen. Ugyanúgy az utcákhoz kötődik a forgalomszervezési problémák. A parkolás miatt, a szűk közlekedés lehetőség miatt balesetveszélyes. Hát ezzel kapcsolatosan is sokan fordultak hozzám, hogy nem tudnánk-e valamit kitalálni egyirányosítással, parkolás korlátozással, stb. Ezeket én már mind továbbítottam is, ezeket a kéréseket a hivatal szakemberei felé. Már gondolkozunk rajta, hogy mit lehetne tenni. Aztán nagyon fontos megemlítenem a körzetben lévő aréna óvodát. Ott szeretnénk egy ilyen közel nulla energiaigényű referencia épületet kialakítani a nagyon rossz állapotban lévő óvoda épület helyett. Ezt nagyon szeretném, hogyha sikerülne az 5 év alatt. Illetve hát a körzetben is vannak panel lakások, igazából nem sok, de ha van rá lehetőség és van ilyen jellegű pályázat, akkor azok felújításáról kell beszélni. Aztán természetesen beszélhetünk tornateremről, több iskolának lenne ott az igénye, hogy legyen legalább egy közös tornatermük, aztán a víztorony felújítására, vagy hát legalább állag megolvására gondolok itt azzal együtt, hogy funkciót kéne találni neki. Nagyon szép épületről van szó. Nagy örömünkre iskolánkkal szemben elköltözik az EPCOS vállalata, meg üresedik a hely, és talán a fejlesztésekkel elérhetjük azt, hogy mindazokat a funkciókat, feladatokat, amit az iskola életében mi most behoztunk az elmúlt időszakban, gondolok itt a művészeti oktatásra, ezt kényelmesebben, nagyobb területen tudjuk majd megvalósítani, és ami nagyon régi álmunk, hogy végre ennek az iskolának is lehetne egy
tornacsarnoka, hogyha ott kapnánk területet, és én azon vagyok, hogy kapjunk, és természetesen azon, hogy ez a rész itt nagyon szép legyen, hiszen egy kampusz, egy egyetemi centrum fog itt kialakulni Szombathelyen, és nagyon várjuk, hogy elinduljon az új beruházás. A másik nagy volumenű elképzelésünk, hogy a szabadidő centrum helyére, amely terület jelenleg az enyészeté, kialakítsunk egy lovas központot, amelynek nagyon sok funkció lenne az itt élő családoknak, lovakat, állatokat szerető, tehát nem csak lovagolni tudóknak egy nagyon jó szabadidő eltöltési lehetőség lenne. Az iskolai oktatástól a rekreációs lovaglásig sok-sok mindent, a versenyeztetésig, versenyek szervezéséig sok mindent el tudnánk oda képzelni. Sokan fordultak hozzám egyéni jellegű problémával is. Ezek közül a legjellemzőbb volt az, hogy lakást szeretnének kapni az emberek, vagy cserélni. Nagy örömmel mondhatom, hogy már van is olyan, akinek sikerült segíteni. A 2015-2016-os tanévben az általános iskolák elsős és ötödikes tanulóinak az órarendjébe is bekerül heti egy órában az erkölcstan vagy a helyette választható hit és erkölcstan tantárgy. Így gondolkodnak az evangélikus hitoktatásról a gyerekek. Hiszek Istenben, és szeretek róla tanulni. Már óvodában is tanultunk hittan. Most kezdtem elsőbe. Evangélikus hittanra járok. Az osztálytársaim mondták, hogy az milyen jó. A szüleim megkérdezték, hogy szeretnék-e járni, és azt mondtam, hogy igen. Erősít engem a saját hitemben és a világképemben. Itt vannak a barátaim, és tetszenek a bibliai történetek. Imádkozni is, meg énekelni is szoktunk. Kedvenc dalom a pillanó eredmény. Szeretem a bibliai történeteket, mert szeretetre tanítják az embereket. Meg tudjuk tanulni, hogy mi a rossz és hogy mi a jó. Vidámak az órák. A élen még, akinek jó egyház történetről tanulunk. Pál apostoltól egészen a 20. századi újítókig. És ez teljesen más gondolkodásmódot és szemléletet ad. Tanultunk a szeretetről, a barátságról, a megbocsátásról. És nemrég tanultunk a családunkról. Lerajzoltuk, ahol beszélgettünk, mondjuk, hogy mikor van együtt a család. Sok mindent megtudok a életről. Február hónap igéjével köszöntöm a nyitott ajtók nézőit. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, írja Pál apostol a római gyülekezetnek. Minden sportolónak hosszú felkészülés előzi meg azt a pillanatot, amikor életében először állhat a startmezőre. Edzés, edzés és még több edzés, mert ez szükséges a sikerhez. Ahhoz, hogy valóban meg tudja állni azt a versenyt, azt a próbát, ami előtte áll. Ahhoz, hogy el tudja érni azt a célt, amire talán egész életében készült. Megnyerni egy fontos versenyt, fölállni lehetőleg a dobogó legfelső fokára. A felkészülés nagyon fontos időszakot tesz ki az ember életében, és így az egyház életében is. Böjt előtt írunk, amelynek talán keressük a helyét saját életünkben, keressük a helyét egyházunk életében, de 70-ed, 60-ad és 50-ed vasárnapjának nagyon fontos szerepe van mind egyén életünkben, mind pedig egyházunk rendjében. Hiszen ez a felkészülés időszaka. A böjtre való készülés útján járunk. Amikor lehetőségünk van arra, hogy elcsendesedjünk, hogy egyre jobban böjtre tudjunk koncentrálni. Arra az útra, amelynek a végén ott van nagypéntek és húsvét ünnepe. És ebben az időszakban azt gondolom,
különösen fontosak számunkra a bíztató igék, amilyet Pál apostol is küldött a római gyülekezetnek. Nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívő üdvösségére. Mert voltaképp ez a lényeg. Nem szégyelni azt, hogy Krisztushoz tartozunk, hogy bármikor és bárkinek meg tudjuk vallani azt, hogy ő az életünk ura, ő van az életünk középpontjában. Az ő evangéliuma tölti meg erővel, boldogsággal a mindennapjainkat, és ez sugárzik ki a mi életünkön keresztül a többi ember életére. Mondjuk hát ki mi is bátran, nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, és készüljünk fel úgy az előttünk álló bőti időszakra, hogy mindenkor szem előtt tartjuk azt, hogy van, aki meghatározza az életünket, mégpedig Jézus Krisztus, ami Urunk és pártfogunk. Amen.